A 70-es, 80-as években nyílteleken köszönhetően az ott állomásozó honvédségnek a magyar labdarúgás másodosztályában szereplő futballcsapat volt. Számos későbbi élvonalbeli, sőt válogatott játékos is megfordult az akkori Asztalos János esélyben. A katonák távoztak, a sporttelep pedig romlásnak indult. A város önkormányzata 2016-ban pályázott támogatásra, és egy barnamezős beruházásnak köszönhetően vasárnap átadták a 162 millió forintból korszerűsített létesítményt. A beruházás egy 346 négyzetméteres öltözőt tartalmaz, ami a megye egyes szabályoknak megfelelően, minden előírásnak megfelelően jön létre, vagy jött létre. Ez tulajdonképpen hát a hosszú évek alatt úgy változott, hogy még egy műfüves pálya került mellé, egy kondipark került mellé, futópályát kezdtük építeni fent, még egy ilyen lovas gyakorlópálya plusz körbekerítettük, és még a pályát felújítottuk, fűvel láttuk el, és becsöveztük, és még egy automata öntözőrendszer is gazdagítja az itt élőket. A térség országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a kor követelményének megfelelő környezetben sportolhassanak a nyíltelekiek. Ez régi vágya volt az itt élőknek, hiszen a 70-es, 80-as években élénk sportélet volt nyíltelken. Itt a barakban az Asztalos János Ese labdarúgó csapat MB2-es volt, több ezer néző szorongott itt a lelátókon, és hát polgármester úrnak, a testületnek, a nyíltelekieknek köszönhetően újraéled a sportélet, amely a mozgás jelenti, az utánpótlás jelenti, a gyerekeket kell megszerettetni a sporttal, a szabadidősportot, hiszen erre is van lehetőség, hiszen itt a pálya mögött egy kondiparkot is látunk, egy műfűves kispályát is látunk, és természetesen versenysporttal, mert itt nagyon szeretik ezen a településen, és hát mondhatom, hogy Nyíregyházán és környékén is a labdarúgást. A város labdarúgó csapata jelenleg a megyei harmadosztály Szabolcs csoportjában játszik. Mint a polgármester elmondta, egyelőre csak a távlati tervek között szerepel a feljutás. Én annak örülök, hogy van egy helyi edzőnk, helyi játékosok erősítik a csapatot, sőt olyan játékosok, akit annak idején iskoláskorukban még magam is edzettem, és nekem sokkal fontosabb egyenlőre az, hogy helyi gyerekek játszanak, helyi labdarúgóink legyenek, és ők legyenek sikeresek, és hogyha kifut ez oda, hogy megye kettes vagy megye egyes lesz, akkor nyilván az önkormányzat mögéjük fog állni, és várjuk akkor a helyi vállalkozók, helyi civilek segítségét is, mert ugye ezt az önkormányzat egyedül nem tudja felvállalni, hogy egy ilyen szép reményű csapatot támogasson. A megyei harmadosztályban vasárnap kezdődött a bajnokság. A nyíltelek a nyitófordulóban a Cisza Bercet fogadta, és a vendégek 3-2-es győzelmet arattak a pálya avató mérkőzésen.